Maite Perroni, Molnár Ilona. Daniel Arenas, Szabó Máté. Laura Zapata, Andres Kati. Inés Rodena és Carlos Romero ötletéből írta Maria Antonieta Calú Gutierrez. Erika Buenfil, Vándor Éva. Manuel Ojeda, Bognár Tamás. A macska. Pilar Pellicer, Kassai Ilona. Jorge Pósa, Posta Viktor. Leticia Perdigon, Makai Andrea. Juan Ferduszko, Rosta Sándor. További magyar hangok. Sági Tímea, Faragó András, Dányi Krisztián, Dögei Éva, Cető Roland, Kapácsi Miklós, Lamboni Anna, Bogdányi Titanilla. Zene Jorge Eduardo Murguía és Mauricio Arriaga. Fényképezte Jesús Acuña Lee, rendezte Victor Manuel Fuyú és Victor Rodríguez. Szeretlek, Esmeralda. Minek tagadjam tovább? Mindig szeretni foglak. És sosem mondok le rólad. Soha. Tegnap megtudtam, hogy az a nyomorult macska tud írni és olvasni. Na és, ez is zavarja. Ez miért? Hogy miért? Nem azért fogadtam be, hogy szórakozzon, hanem hogy segítsen. Tudod, hogy a családom nagy ínségben van. Nem tudom, minek mondja ezt nekem. Nagyon jól tudja, hogy mit gondolok. Olyan igazságtalan macskával és Szent Tavóval. Szegények az utcán kóborolnak, kiverve. Közben a kis hurokája, jó így, ilyen szépen kicsípi magát, meg minden. Én ezt itt a tanulásra született. Esmeralda pedig csak egy mihaszna lány. Inés éjjel-nappal tanul a suliban, és egy szép napon ő fog kihúzni a szegénységből. Szia, nagymama! Szia! Szia. Hogy vagy? Hallod? Miért jöttél ilyen korán? A suliban azt mondták, nem mehetek be, amíg nem beszéltél a dirinővel. Ez is érdekes. Ne szólj bele, neked nem osztottak szerepet. Mi történt, Inés, itt a hajjam? Nem szeretnek a tanárok, és hát... megvágtak 5 tárgyból, nagymami. Oh. Nem tudom, mi bajuk van velem. Tessék, 5 tantárgyból? Szentséges ég! A tanárokban van a hiba, rosszul tanítanak. Persze. Meg is mondom az igazgatónőnek. Bizony ezt meg is mondom, vagy ne legyen a nevem Rita Orea Perez. Még szerencse, hogy Inés tanulásra született. Oh. Pablo, tudom, hogy kevés vagyok hozzád, de nem tudok lemondani rólad. Esmeralda, soha nem hagynálak el. Szeretlek, nagyon szeretlek, tudom, hogy szeretlek. Komolyan mondod, Pablo? Tényleg annyira szeretsz, ahogy én téged. Úgy, ahogy... Igen. Igen, édesem. Szeretlek. Nagyon szerelmes vagyok beléd. Pablo. Igaz szívemből szeretlek téged. Gyönyörű vagy, jó ember vagy, és olyan tiszta. Pablo, én is tiszta szívemből szeretlek. Csak azt hittem, te úgysem szerethetsz. De hát hogy szerethetsz, ha teljesen nincstelen vagyok? Az sem érdekel. A szerelem nem ismer határokat. A szerelem mindennél nagyobb. Még a világnál is. A világnál is nagyobb. Esmeralda. Édesem. Életem nagy szerelme. Pablo. Te vagy és te is leszel. Az első és az utolsó.
Már régóta meg kellett volna ezt tennem. Megmondtam anyunak az igazat, hogy Pablo a vízmosásban lófrál, és naponta találkozik azzal a csavargóval kiskora óta. Néha nem értelek, Mariano. Miért vagy ilyen gonosz? Nem. Nem gonosz. Gyakorlatias és realista, de te nem veszed észre, mert pont olyan vagy, mint Pablo. Engem nem bánt, ha az öcsédhez hasonlítasz. Szégyenfolt vagytok a családunk testén. Te a mániáddal a szegényeken segítesz, mintha egyenlők lennénk. Egyenlők vagyunk. Nem, nagyon tévedsz. Már hogy lennénk azok? Pablo meg szerelmes abba a guberálóba. És egy valaki vethet véget ennek az abszurd históriának. Az anyukának. A felhőkben járok, Pablo. Nem akarok leesni, édesem. Amíg a karomban tarthatlak, sosem fogsz leesni. Jaj. Óvatosan. Ez az egész azért olyan szép, mert tényleg szeretsz. Szeretlek. És régóta vívódok már saját magamban. Letagadtam a szerelmet, pedig sokkal erősebb nálam. Szeretlek. Pablo. Én Pablo. Én Esmeraldám. Figyelj, elveszlek téged. És egész életünkben együtt leszünk. Szeretni foglak örökké. Jaj, igazán, Pablo. Igazán nem hazudsz nekem. Nem. Hogy is hazudhatnék? Én csaptam be saját magam. De ha jól megnézlek, olyan szép vagy. Olyan jó. Olyan kedves. Nem tudok ellenállni. Te vagy a gyönyörű igazság. Nagyon szeretlek. De miért is ne szeretnélek? Mert én megtiltom neked. Ilyet még nő nem csinált velem. Csak az a Riherond, aki megcsalt engem, de ez most Lupe. Ez most teljesen más. Macskát úgy szeretem, a szenvedély belülről rágja a lelkem, és ez a tűz apránként elemészt. Vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Hogy szerethet bele egy nőbe, akit látod pelenkásan, főnök? Mezítláb szaladgálni. Maga egy férfi, aki választhatna egy gyönyörű, jól öltözött, elegáns nőt. A szívem, Lupe. Átkozott a szívem, áruló. Aznap este óta, amikor meg akartam csókolni, beköltözött ide, a szívem mélyére. És nem mondhatok le róla. Eleinte úgy gondoltam, hogy szórakozunk, és ez szép lassan szenvedélyé vált. Rettenetes viharrá. El kell felejtenie, főnök, nem illik magához. Csönd legyen! Fogd be a csőröd! Hogy mondhatsz nekem ilyesmit, ha? Én mindig mindent megszerzek, amit akarok. Főnök, tudja, hogy mit beszélnek az emberek? Hazudnak! Főnök... Mondom, hogy hazudnak. Nézze, főnök, évek óta dolgozom itt, és nagyon megkedveltem. Én mondom, hogy felejtse el a macskát. Nem lehet! Nem bírom! Jaj, hát nem érti, hogy fiatal is gyönyörű, és hogy másba szerelmes. Most mit akarsz? Bajba akarod keverni szegény kisfiamat? Anya, figyelj, már nem vagyok óvodás. Azt akarod, hogy férfiként nézzek rád, akkor viselkedj is úgy. Anya, kérlek, több tiszteletet. Miféle tiszteletet? Képes voltál idejönni erre az undorító helyre? És összejöttél ezzel? Ennek neve is van, te asszonyom. Csak hallgass, nekem te ne feleselj! Tűnj el innen! Csak egy haszontalan éhenkórász vagy. Kiszemelted szegény fiamat. Csak a pizzériást látja magában. Egy pasast, aki támogatja, és ez soha nem változik. Minden nő személy egyforma. Ugyan. Miért ne kellenék neki? Olyan életet ajánlok neki, amiről nem is álmodott, nem. Nem, ne kér tőlem, hogy feledjem el macskát. A macska az én nőm lesz. Akkor is, ha el kell adnom a lelkemet érte az ördögnek. Capici? Mi lesz már, Domenico? Mi ez a sok beszél? Asszonyom, uram, nyugodom, nyugi. Készül a pizza, a világ legjobb pizzája. Domenico pizzája, he? Andiamo, Lupe, andiamo, asszonyom, nyugalom. Igen. Nézze én, de csak hallgass! Anya, kérlek, ne bánsd meg Esmeraldát! És figyelj, csodálatos! Nekem mondhatsz, amit csak akarsz, de négy fal között. Esmeraldát meg hagyd békén, ő nem tehet semmire. Jaj, de lovagias vagy a mindenit. Mondhatom, szépen állunk. Azok ott nem is emberek, Pablo. Értsd meg, kisfiam! Megint löki a rizsát. Ennyi év után sem tanultál meg beszélni. Elvesztegetted az idődet. Faragatlan némber. Nagyon tévedsz, anya. Esmeralda tud írni és olvasni, és szépen beszél. Én tanítottam. És értékes ember. És nagyon szeretem.
A világ minden kincséért sem adnám oda. Ő a legfontosabb a számomra. Nagyon rendes kislány. Á, nagyon rendes. Állandóan a vízmosásban hentereg. Anya, ugyan már. Egy ölelés manapság mit sem számít. Édesem, menj csak haza. Beszédem van az anyámmal. Mit akarsz mondani? Most már az apáddal fogsz elszámolni, fiam. Menjünk haza! Anya, Esmeralda lába megsérült, úgyhogy most hazakísérem. Nem marad más hátra, beszélek apáddal, amint hazajött a munkából. Csak tessék, anya. Csak egy dolgot kérek tőled. Ne csinálj ebből drámát. Á, te csináltál drámát, amikor kitaláltad, hogy szemet vetsz erre. Figyelj ide, anya. A lelkiismeretem tiszta. Különben sem érdekel. Akkor ez az ügy komolyabb, mint gondoltam. Nem vagyok olyan felszínes ember. Ez több, mint komoly. Ez már végleges. Azt majd még meglátjuk. Gyere, édesem, gyere. Pablo. Ne is mondj semmit. Ne is törődj vele, mert anyám már csak ilyen, az élete csupa drámai jelenet. Az biztos, hogy nagyon utálhat engem. Tudod, hogy anyád sosem fog szeretni. Sosem fog szeretni. Édesem, mondok én neked valamit. Egy nagyon szép napon elviszlek innen végleg. Ha mellettem vagy, harcolni fogok, hogy elkerüljek innen, Pablo. Ezt meg én ígérem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Azt hiszem, itt jó is lesz. Nem, várj csak. Szívesen hazavisz. Ne. Ha a Rita néni meglát, eltöri rajtam a pálcát. Komolyan, Esmeralda, várj meg! Várj már, várj már! A lábad! Nincs semmi baj, komolyan. Édesem, én nem akarom, hogy bármi miatt aggódj. Sem anya miatt, sem kettőnk miatt. Ígérem, hogy mindenről gondoskodom. Pablo, szeretném, ha tudnád, hogy a szívem a tiéd, ahogy én is. Most már a tiéd vagyok. Nagyon szeretlek, Pablo. Szép mondhatom! Szégyelhetnéd magadat! Mit akarsz ettől a ficsúrtól? Mit csinálsz? Mit csókolózol vele? He? Te tudtál róla, hogy Pablo azzal a mi haszna lánnyal lófrál? Esmeralda nem is mi haszna. Ezek szerint tudtad. Mi rossz van abban, hogy Pablo írni-olvasni tanítja? Nem, azzal nincs semmi baj. Nincs. Az a baj, hogy beleszeretett. Ez már súlyosabb Virginia. Hogy? Beleszeretett? Rajta kaptam őt azzal a lánnyal. És képzeld, azt mondta, hogy örökké vele marad. Na tessék, akkor végre elfogadta. A bátyám elfogadta, hogy szerelmes Esmeraldába. Mit képzelsz magadról, macska? Ezt nem engedem. De Rita asszony! Na jó, édesem, engedd meg. Hadd beszéljek vele. Magával? Nem érdekel a véleménye, he? Kérem. Takarodjon innen. Messziről látszik, hogy nem ide való. Maga a kalandot keresi. És semmi más. Ez nem a maga világa. De Esmeralda világa. Ezért az én világom is. És ezért fogom innen elvinni. Ez tényleg vicces volt. Nem esélye, hogy akar valamit macskától. Ő biztos olyan ostoba, hogy beveszi ezt a mesét. De én nem. Gyere! De ez nem mese, Rita néni. Pablo mindig rendes volt hozzám. Tudni akarta, hogy ki az az illető, aki írni-olvasni tanított. Na tessék, parancsoljon. Pablo volt. Gyerekkorunk óta barátok vagyunk. Sosem hívott macskának.
Pablo mindig Esmeraldának szólított. Neki köszönöm, Rita asszony, hogy nem felejtettem el a nevemet. Gyere, Esmeralda! Te mondtad, hogy elintézed a dolgokat anyáddal. Hát akkor hadd rendezzem el a dolgokat Rita nénivel. Ezen nincs mit elrendezni. A fickó elmegy és vége van. Ne remélje. Nem fogom itt hagyni. Édesem. Te tudod, hogy beszéld meg a dolgot a családoddal. Én is elintézem az enyémmel. Inkább találkozunk majd holnap. Jó? Gyerünk hazafelé! Nyomás! Elég, elég, engedj el! Na, nyomás! Figyelj, Pablo. Neked adtam a szívem. Vigyázz rá, kérlek, csak így élhetek tovább, jó? Megígérem, kicsim. Ugyanúgy fogok vigyázni rád, ahogy vigyáztam rád, mióta ismerlek. A szívem már a tiéd. Jó? Ígérem, hogy nagyon vigyázok rá, édesem. Se hiszem. Nem értem, mi bajod van Esmeraldával és Pablóval. Az a baj, hogy Esmeralda egyszerű lány. Nem is egyszerű, hanem egy hozományvadász, egy kalandornő. Nem ismerem, de Pablo szerint nagyon édes és kedves, nagyon szereti Esmeraldát. Nem ér semmit, lányom. Nem érdemli meg Pablót. De ha a bátyám végre beismerte, hogy szereti... Már hogy szeretné? Ez az egész csak a bátyád mániája. Csak egy szeszély, amit minél előbb fel kell számolnom. Te is épp olyan jól ismered, mint én. És tudod, hogy ha Pablo a fejébe vesz valamit, nem adja fel egy könnyen. És azt hiszem, hogy úgyis elveszi feleségét. Soha, Virginia, soha! Esküszöm az életemre. Soha nem veheti el azt a lányt. Hogy tetszett a film? Egész jó volt. Milyen hazudós vagy. Nem is figyeltél a filmre. Lefogadnám, azt sem tudod, miről szólt. Monika, holnap korán lesznek az előadások. Már indulnom kell. Szívesebben mentél volna velem, a lányjal a nyomortelepről. Esmeraldát hagyd békén. Sajnálom, csak vicceltem. De látom, nem értékelted. Jó itt, Monika. Máskor beszélünk. Látom, hogy fontos neki az a lány. Fontosabb, mint mutatja. Átkozott macska. Napról napra erősebb az akarata. Megígértem, hogy a macska elmegy hozzá, de nem tudtam rávenni. Ki kell találnom valamit. Különben az olasz nem ad több pénzt a macskáért. Valahogy meg kell győznöm a macskát, hogy az olasz mellett a helye. Fiam, légy szíves, térj észhez! Mit Anya, akarsz attól a szerencsétlen lánytól? Nyugodj meg, kérlek! Szeretlek téged, hidd el! Ne menj el hozzá! Kérlek, fiam, a javadat akarom, az ördögbe is! Jaj, ne!
Hát, na, tessék a pénze, az a rohadt pénz. Telnek és múlnak a napok. Mikor érted már meg végre, hogy így tönkreteszed az életet? Szó sincs róla. Pablo nagyon szeret, és egy szép napon elmegyek innen. Együtt fogok élni vele. Elvesz engem, és meglátja, hogy minden jó lesz. Meglátja. Én azt nem hiszem! Féllótár! Féllótár! Te vagy a macska! A macska! Nehogy elfeledd! Az a ficsú csak szerette szórakozni egy jót. Elcicázik majd veled, meglátod. Aztán elfelejti, hogy a világon vagy. Nézze, azért mondja ezt róla, mert nem ismeri. Csak egyszer látta, és már is sértegeti őt. Hm? De ha megismeri Pablót, akkor biztos... Nem érdekel! Egy napon, amikor nem is számítasz rá, látni fogod a képét az újságokban, az interneten, mert el fog venni egy lányt, aki illik hozzá. Ez hazugság. Csak azért mondja ezt, mert zavarja a boldogságom. Még emlékezni fogsz rá. Keserű könnyeket hullasz majd. Látod majd a fiúdat egy másik lánnyal. Őt fogja választani. Ahogy te szeretsz, úgy szeretlek én is viszont. Ugyanúgy forra vérem, és a szerelem lángolása éltet. Kitűnő fiatal úr. Napról napra javul az írása. Talán múzsája is van? A barátnőm, tanár úr. Akkor köszönje meg neki. Ha ez így megy tovább, nagyszerű író lesz önből. És ha lenne eszed, még ma elmennél az olaszhoz és a lábához ott van áll. Jaj, Vita néni, hagyjon már nekem békét azzal az olaszszal, hallja? Ha hallgatnál rám, minden másként lenne. Elköltözhetnél, és szép lehetnél. Meglátnád, hogy ez a söpredék itt egész másként nézne rád. A saját családod is. Mert a vagyon mindent megváltoztat. A feketéből fehér lesz. Nézze, Rita asszony, most már elég legyen! A világ minden kincsért sem adnám el magamat, megértette? Nem azt mondtam, hogy add el magad, hanem hogy menj hozzá az olaszhoz. És sose feledd, hogy nem mondjuk azt, hogy valami biztosan nem kell. Mert ha majd szorít a szükség, boldog lennél vele is. Hagyjon már nekem békét, Rita néni, és ne jöjjön folyton ezzel. Semmi más nem akarok, csak valami jó munkát. Munka kéne? Igen. Szerint ez olyan egyszerű? Munkát keresek, és Pablo sokat segít. Akkor menj el cselédnek valami nagy úr mellé. Nézze, én semmi rosszat nem látnék abban, ha egy családnál dolgoznék, de Pablo egészen mást akar nekem. Á, tudom már, mi leszel. Tolmács lesz belőled. Nézze, elég legyen ebből, Rita néni. Pablo mindenre megtanít, amit ő tanult a suliban. És amíg tanulsz, miből fogsz élni, a levegőből? Mert elég annyi, hogy szegény vagy és itt élsz. Éppen elég, hogy az a sok jópénzű, elegáns ficsúr, aki a vízmosás túloldalán lakik, csak egy valamit lásson benned, egy kis szórakozás. Ezt azért mondja, mert nem is ismeri Pablót. Rengeteget tanul, és ha talál állást, összeköltözünk, elvesz feleségül, elköltözünk a szegény negyedből, és szép házban élünk majd. Ez csak azért mondja, hogy ingyen megkapja, amit másnak pénzért sem akarsz adni. Jaj, nézze, komolyan, elmegyek Mercedes asszony házába, mert Damiani segít nekem állást keresni. De korán hazaérsz, nem? Igen. Igen, Rita néni, igen. Ostoba. Egy vagyon hever a lába előtt, és nem kell neki. Egy fisúr miatt, aki úgyis a képébe nevet. Szerencse, hogy az olasz olyan türelmes, és addig szépen tejel. Ma hányra ír ide, Esmeralda? Éld az életed, és felejtsd el, Esmeralda. Tudod, hogy milyen? Nem, anya. De annyira szeretne dolgozni. Rendes állás kellene neki. Tudtad, hogy szerelmes? Veszélyes egy lány az édesfiam, mert túl gyönyörű. Jobban járna, ha csúnyább lenne. Ha befejezem a sulit, segítek neki. Olyan, mintha a húgom lenne. Mercedes néni! Na, tessék, farkast emlegettünk! Mercedes néni! Hogy vagy, lányom? Mi újság, Damien? Jó reggelt! Hogy van, Micsi néni? Sokat dolgozik? Nos, igen, van néhány ruhám, hamarosan át kell adnom. Jól van, akkor hadd segítsek. Ez remek, köszönöm. Hol maradtál, Esmeralda? Hát, csak Rita nénivel veszekedtünk. Szeretné, ha hozzámennék az olaszhoz. Mi van azzal a boszorkánnyal, ha? Fiam, az égre! Mi van, anya? Hány inger, amit csinál? Ne is figyelj rá, Esmeralda. Szeretném, ha ma este minden jól menne. Úgyhogy nagyon figyeljetek. Igen, madám. Te vagy a felelős, Dorilla. Igen, asszonyom, elnézést.
Most hova mész? Az egyetemre, anya. Á, könyvek nélkül az egyetemre? Á, látom, most Rafael de León könyvét olvasod. Érdekes, hogy ezt a spanyol költőt a gimnázium első évében tanultad. Uh-huh. Anya, minek kérdezed, ha úgy is tudod? Ezt a könyvet Esmeraldának ajándékozom. Elmegyek hozzá, ha aláírattam az indexet. Rafael de León könyve annak? Igen. Igazán? Jaj, fiacskám. Ugyan. Gyöngyöt vetsz a disznók elé, kisfiam. Én is nagyon szeretlek, anyu. Majd találkozunk. Ne feledd, hogy ma estére vacsora vendégeink vannak. Anya, hogy feledhetném el? Ez a vacsora semmi másról nem szól, csak a nagy tervről. Hogy megszeressem Mónikát. Ez őrület, nem? Komolyan? Ne beszélj így velem. Édesfiam, ez nagy tiszteletlenség. Ezt is biztosan attól tanultad, attól a piszkos némbertől. Esmeralda, anya. A neve Esmeralda. Minden jót. Agustin majd valahogy elintézi a dolgot. Pablo nem maradhat ezzel a jötmenttel. Rita néni tudja, hogy csak is Pablót szeretem, a fiúmat. Uh-huh. És az ő felesége leszek. Remek. Remélem, a fiú tisztességes gyerek. És elmegy Rita asszonyhoz, hogy megkérje a kezedet. Rita néni a látványát sem bírja elviselni. Hát, szerintem, ha elmegy Rita néni házába, szegény fejvesztve menekül. Szerinted ez vicces, Damian, de sajnos így van. Igen, szerinted miért akarok munkát találni, hogy felújítsam a házat? Szeretném, ha olyan szép lenne, mint ez. Figyelj, úgy lenne helyes, ha meglátogatna odahaza, és nem az utcasarkon enyelegnétek. Megyek már, mert le akarom adni, mielőtt késő lenne, de te csak maradj itt nyugodtan. Köszönöm, Mécse néni. Amikor Pablo hazahozott a szeméttelepre, láttam a szemében, hogy mennyire szenved. És a házunkat még nem is látta. Szerinted Pablo megijed a szeméttelептől? Ha szeret téged, nem zavarja. Hát persze, hogy szeret. De a szülei nem szeretnek. Ezért kell előbb elvégezni az egyetemet, és aztán elvehet feleségül. Na jó, de hát minden este meglátogathat a barátod. Rita néninél nem. Nem, nem, azt kötve hiszem. Úgy szégyelném magam. Figyelj, tudom, hogy gonosz vén boszorka, de mégis ő nevelt. Egy rokonodat sem ismered. Igen, de mégsem olyan, mint Mercedes néni, aki téged nevelt, aki iskolába járatott, aki fiaként szeretett. Jól tudod, hogy Rita néni milyen. Figyelj, szeretem őt, mert nem ismerek mást. De annyira szégyellem, mert mindig olyan mocskos, olyan rendetlen. Ha valakinek hálás lehetek, az inkább Hárocsá. Ha ő nem lenne, esküszöm, mezítelenül járnék. Igen, igazad van. Megértelek. Ezért is mondom anyának, ha vége a sulinak és beállok dolgozni, segítek neked. Hát, remélem, hogy addigra már Pablo felesége leszek. Hát, ha elvesz. Miért? Nem hiszed, hogy Pablo tényleg szeret? Ne haragudj. Nem akarlak bántani, de nem hiszek Pablo szerelmébe. Miért nem? Mert ő másféle. Te magad is mondtad, hogy a családja nem is szeret. Ezért nem tudnak téged értékelni. Figyelj, Damian, Pablo szeret engem. Majd meglátod, ha meg lesz a diplomája. Meglátod. Reméljük, Esmeralda. De figyelj, ha ő vagy bárki más mégis becsapna és elárul, esküszöm, hogy velem gyűlik meg a baja. Ízlett a fürdő, kislányom? Jaj, de jó volt! Gyere csak! Szépen megetetlek. Esmeralda hozta a tányérokat. A szemét közt találta, de igazán szép étkészlet. Jaj, apád hamarosan hazaér az irodából. Nagyon szeretem, és ő is nagyon szeret. Szeretünk téged? Nagyon-nagyon szeretünk. Te vagy az életünk értelme. Kicsim, ha egyszer elveszítenélek, én megbolondulnék.
Bizony. Az is vagyok. Lököd fel a... A bánat megörített. Mert ez a férfi sok fájdalmat okozott. Követni fogom őt. Egy pasas miatt nem kellek macskának. Ezt a saját szememmel kell látnom. És ha már meghaltam, mielőtt még elfelednél, egy ciprus koronája alól emelkednék felsóványon. És azért kiáltok neked hangosan. Szeretlek. Holtan is úgy szeretlek, mint míg éltem. Hogy tetszett, édesem? Gyönyörű vers, Pablo. Így szeretjük mi is egymást. Halálunk után is. Az örökké valóságig, édesem. Na jó, és mesélj. Tanultál is ma? Igen, jó sokat. Elmentem Damianhoz, és amíg ő tanult, én is átismételtem a leckét, amit feladtál tegnap. Aztán ruhát mostam, Inés ruháját, Rita néni ruháját, az enyémet. Kicsikém, szegénykém. Megígérem, ha majd elveszlek, nem fogsz annyit dolgozni. És te mit csináltál? Én? Bementem az egyetemre. Tanultam kicsit. Festettem egy kicsit. És aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vártam már, hogy láthassalak. Tényleg így szeret? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Voltál már a tengernél? Nem. Hatalmas. Mélységes. De a szerelmem irántad még hatalmasabb és még mélységesebb. Jött az idő, hogy beszélj Pablo fiaddal. Túlságosan könnyedén fogod fel a dolgot, Agustin. Elég. Szerintem mégiscsak túlzás, asszony. Nem túlzás. Jól ismerem Pablót. Én is jól ismerem. Nem egyedül a te fiad. Mindig tragédiának fogod fel, ha valami nem úgy sikerül, ahogy akarod. Mindenből drámát csinálsz. Abban te is egyetértesz, hogy Pablónak olyan lányba kellene beleszeretnie, aki méltó hozzá. Valakibe, aki illik hozzá. Figyelj, Lorenza, elég, ne gyötörj már ezzel állandóan, ezzel a házassági mániával. Pablónak nem tetszik az a drága jó Mónika. Hiába akarod összeboronálni őket. Akkor vegyen el egy másik lányt, és kész. És vége, punktó! Tényleg szeretsz? Kételkedsz? Nem kételkedem, de azt hiszem... Ha nem szeretnél, abba belehalnék. Ne gyerekeskedj. Te vagy a szerelmem. A kedvesem. Figyelj, nem fázol? Nem. Na jó, akkor is induljunk el, mert későn lejár. Ne, mondom, hogy nem fázol. Jó, vedd fel a kardigánomat. Nem, inkább hagyd magadon azt a kardigánt, és csak ölelj át erősen, akkor biztos nem fogok fázni. Jaj, édesem. Ugye tényleg szeretsz? Esmeralda, napok óta meg akarok kérdezni valamit. Mi lenne az? Tudni szeretném, miből éltek most Rita néni, Inés, meg te. Tudom, már nem kéregetsz, mint régen. Biztosra veszem, hogy Szent Avító keresete nem elég. Tudod, Rita néni kijár koldulni, most ő is keres pénzt. Ezért keresek én is állást, nem akarok az utcára menni. Persze, Rita néni nagyon öreg, és tudod, alig bír járni a reumája miatt. Édesem, olyan szívesen megadnék neked mindent. Nem. Tessék.
Ne. Nem fogadhatok el tőled semmit, amíg nem leszek a feleséged. Hidd el, nekem bőven elég, hogy szeretsz. Kicsiké, remélem tényleg elég lesz. Minden megoldódik, ha találok állást. Meglátod? Hm? Csak egy dolgot ígérj meg. Igen? Hogy örökkön-örökké szeretni fogsz. Megígérem, ha te is megígéred. Neked kell először megesküdnöd. Megígérem. Megígérem. Ez csodás. Béne. Maga csak zabál és zabál. Ígérget és ígérget, de azt tudja, hogy én nem kaptam semmit magától, bizony, én meg csak türelem, dolgozom, he? Türelem, olasz uram! Hát persze, türelem, he? Maga mindig ugyanazt mondja. Hallom, macskának fiúja van, he? Fiúja? Dehogy van fiúja? A saját szememmel láttam. Ne hazudozzon folyton, ne szórakozzon már velem! És ha van fiúja, az csak egy mihassza kis ficsúr, anyuci és apuci szemefénye. Sem munkája, sem lakása. Lupe! Lupe, a rendelés! Lupe, gyere már! Hát én nem tudom, de a macskát senki más nem érdekli, csak az a fiú. Jaj, össze se lehetne vetni magával. Maga egy igazi lovat, fontos személy tapasztalt. Nem, bármelyik nő magát választaná. Nem érdekel bármelyik nő. Engem egyedül a macska érdekel, senki más. Kapisi? Tessék? Megértette? Pedig egy szezont a birtokon kellene tölteni, megifatnak Monikát is. Szerinted nem remek ötlet? A fejedbe vetted ezt a nászt, és remek lenne, nem tagadom. De Pablo elvehetne bármilyen pénzes nőt. Nem, Monikánál nem kap jobbat, az biztos. Ezzel egyetértek, Monika remek parti. Nem értem, hogy Pablo hogy lehet olyan vak, hogy nem látja meg. Bárcsak Mariánót szeretné az a lány, de Monika csak is Pablót szereti. A nők már csak ilyenek. Ígérnek, hogy beszélsz Pablóval. Könyörgök, Agustin. Beszélek vele. De csak azért, hogy ne gyötörj többet ezzel. A macska megérti majd, hogy magát kell választania. Ez csak bízza ide. Na jó, megyek és köszönöm a semmit, Domenico. Nem kell hálálkodnia. Tessék? Nincs mit, nagyon szívesen. Induljon viszlát, Rita asszony, tessék. Egy Isten hozzáddal elbocsát. Tessék. Jó. Maga igazi úriember. Nem akarom, hogy a macska éhezzen. Én a szép nőket szeretem. Csak a macskát, senki mást. Ő egy királynő. Gyönyörű, mint az anyja, csodálatos az alakja. A férfiak veszedelme volt. De aztán megjelent macska anyjának végzete, és mindent odadobott érte. Pedig az egész világ a lába előtt hevert, ám akkor meglegyintette az angyal szárnya. Olyan szerelem volt, akár a filmekben. De maga nem olyan rossz, mint az a fiú. Maga bármelyik nőt meg tudná hódítani. Megígérem, hogy hamarosan a macska a tenyeréből fog enni. És ha így lesz, akkor megehet egy egész tehenet, ha akar, Perki. Én tudom, mit ér egy szívesség. Ki beszél itt fizetségről? Nekem csak a macska boldogsága számít. Igen, hát persze. Mandiamo, jól van. Mamma mia. Mi újság, apa? Semmi, fiam, nincs semmi érdekes. Semmi érdekes? Ugyan, apa, ha a dolgozó szobába hívsz, komoly dologról van szó. Ez nálunk hagyomány. Nem szeretek intim dolgokról beszélni idegenek előtt. Nem szoktam leszidni a gyerekeket mások előtt. Ugyan, apa, először is elmúlt az idő, mikor le lehetett szidni. Másodszor nem hiszem, hogy bármit tettem volna, amivel kiérdemlem. Nem, idáig tényleg nem. A társadalomban vannak normák, erkölcsi szabályok és elvárások, és tiszteletben kell tartanunk a normákat, szabályokat és elvárásokat. Ez most hogy jön ide, apa? Ne légy türelmetlen.
Fiam, én sokat dolgoztam azért, hogy az legyek, aki vagyok. Felküzdöttem magam valahová, ahol vagyok. És mi úgy élünk, ahogy élünk. Már kezdem érteni, apa. Anya biztosan beszélt veled, és megkért, hogy beszélj te is velem. Figyelj, Pablo. A szegények sorsa, kisfiam, nagyon nehéz sors, keserű sors. Ezt nem kell megmagyaráznom, hiszen látod magad is, a vízmosás túloldalán. Naponta látod a nyomorúságos viskókat, amiből egyre több lesz, ahogy egyre több lesz a szegényekből, mint a nyulak, Pablo. Nem, apa! Nem tehetnek róla! És megkérlek, hogy ne beszélj így róluk! Nem nyulak, hanem emberek! Szó sincs róla. Számunkra ők semmit sem érnek. Nagyon tévedsz, apa! Számomra az a lány jelent mindent! Nekem ő a legfontosabb! Magyar szöveg Frenkel Gergely, hangmérnök és vágó Takács György, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Borgyöngyi.